Nem szoktam hallani előtte az eredetit, és akkor ilyenkor hajlamos vagyok azt mondani, túl messze vagy. Na mindegy, majd meglátjuk. Hallgat a világ. A kapcsolat megszakadt. Nézem az üzenőfalat, de nem változik semmi. És amíg ülök itt és várok, hogy a jelerősség végre repítsen egy e-mailt el a messzeségbe, elmém fölé kúszik néma szobám árnya. Mikor járt el itt utoljára? Gondolkodom, de már nem emlékszem. Persze eltalálok hozzá Gmailen, a Face-en, és hangul is körbefonja álmom. Mondjuk kell, hogy nem a tiéd, torzítja az iPhone. Pedig felvettem, ahogy mondod, szeretlek, és hogy örültem minden kis Viber üzenetnek. Most meg semmi. Hetek óta nem váltott pirosra az apró kék boríték, nem vezgett a mobil, és a Skype is olyan rég visított a fülembe, hogy élsz. A tévé bambán villog. És amíg az ukrán határa a rakétákat tolják, én számolni 2x2-ig sem bírok, mert agyamba s szívembe te toltál bombát. Mindegy. Majd leírom egy mailben, tudom szerinted hülyeség, de megfordult a fejemben, hogy férj és fele. Végül mindig Szerbiába érek. Tudod, 2 utcára tőled fekszik Szerbia. Néha meg ott volt a kezedben minden egyes tája, és ha visszajönne a kapcsolat végre valahára, leírnám neked. De most nem megy ez sem. Hát, net nélkül az ember hogyan szeressen? Inkább alszom, majd reggel visszatérek. Mert úgy tapadsz lelkemre, mint almára a méreg, és akarom, hogy tudd, én Szerbiában élek, téged pedig Chilébe vagy Kínába visz géped, de az vagy. Hitvesem.